Sziasztok! Ma ezt a képünket fogjuk elkészíteni, amit erről a leckéről el kell először mondjak. Van két szelekció, vagyis az E0811 és E0811, ezeket a szelekció mappával kell betenni. Aki nem látja így, ahogy én mutatom, mert például lehet, így van a beállítás, hogy közös képek, és egyáltalán nem látszik. Itt lent válasszátok ki, hogy minden kép, és meglátjátok a szelekciót. A másik, amit még el kell mondjak, ez a Tapestry 10, ez a textúra mappába jön betéve. Hát egyelőre ennyi. A színeket behozzátok, és hozzáadjátok az egyéni színekhez a hátszín és az előszín, amit én már megtettem. Na most ezeket bezárjuk, és behozzunk egy 900x600-as üres lapot, majd elkezdjük szűrők, meddi, vévilap 1-1. Itt a beállítások lesznek 2, 40. Álljunk rá a bowra, az offset lesz 50, és a kurváté, vagyis az utolsó, az 100. 240, 50, 100, és leokéztuk. Na most, bemenjünk a szűrők filter unlimitedbe, és innen behoz az Italian Editor Effectnél a Bordo con Luci, és ennek a beállítása pedig lesz 150, 180 és 50 apli. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Na most bemenjünk a szűrők, simple, quick tille és apply, és szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. Na most először vesszük a kijelölőt és a téglalapot, és kijelöljük itt ezt a középső téglalapot, amit megkettőzünk, és még egyszer ugyancsak ezt megkettőzzük. Maradunk a felső rétegen, kijelölés, rétegkiválasztás, kijelölés, összehúzás, 25, oké, okay. És megnyomjuk a delete-t a billentyűzeten. Kijelölés, réteg kiválasztás, szűrők, leképezés, kontúr 3D, állítjuk be a színeinket, a szélesség 5, átlátszatlanság 80, bal felső, és oké. Okay. A szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Most bemenjünk a szűrők, a AEP01 Silverlining. Itten ráállunk Dottilinesre. A grappot tegyük fel 31-re, és a színeket is mind 255-re tesszük, mind a három színt, így, és leokéztuk. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel, így. És szűrők, leképezés, progresszív kontúr,
5 pixel külső 50%-kal is oké. Kijelölés elrejtése. Lépjünk rá az első rétegre, vagyis a közepire. Szűrők, textúra, merített papír egyszer, és még egyszer szűrők, textúra, merített papír. A mappából behozzuk a virágot, hát egy olyan összies kép inkább. Kimásoljuk, ide beillesszük rétegként. Ezt vegyük szabad átalakítással, hát vehetjük 70-re, és réteg méretezéssel az arányok megtartásánál kivesszük a pipát, a keret majdnem egészen a széléig, húzzuk belső széléig, így, és mind a két oldalt kihúzzuk a virágot, tehát így, és rögzítjük. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, és a beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. 5, 5, 50%, és a sugarat pedig rakjuk 30-ra. Oké, és árnyék egyesítés. Répjünk fel a keretre, és egyesítés az előző réteggel, és egyesítés az előző réteggel. Na most ennek lecsökjük a szemét. Rálépünk a háttérre, most behozzuk kijelölés, alakzat betöltés, nulla, vagyis evetűvel kezdődik, tehát megnyomom az evetűt, 0811, megnyitás. Megfogom, és elhelyezem ide szélre, tehát, na, még egy kicsit kéne azért arrébb, de megnézzük, így. Még egy kipicirit lejjebb. Akinek nem megy, az máskülönben a billentyűzet lefel jobbra balra nyilván tudja ezt elvégezni. Na most ezt megkettőzzük. Bemenjünk újra, tehát kijelölés, réteg kiválasztás, szűrők, Apelinen, Silverlining, és itt most kiválasszuk a cikcakot, így. Ennek a beállítása lesz 4, és ennek is a színeket mi felrakom 255-re. Így, és oké. Okay. Kijelölés, összehúzás 25, és megnyomjuk a delete-ét a billentyűzeten. Kijelölés, réteg kiválasztás, hát egy kicsit nagy lett, amint látom. Na mindegy, szűrők, leképezés, kontúr 3D, tehát beállított értékekkel, és kijelölés, elrejtése. Ezt a réteget megkettőzzük, és a vízszintes tükrözéssel átdobjuk, majd áthúzzuk a másik oldalra. Így. Hát passzítsuk össze, ha lehet. Mindjárt megnézzük. Hát egy kicsit tévedtünk rajta, de nem baj. Most a kettőt egyesítjük. Kijelölés, réteg kiválasztás. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel, és a külsőnél benn van a pipa, és oké. Okay. Kijelölés, elrejtése. Újra rálépünk a háttérre, ennek lecsökjük persze a szemét, újra rálépünk a háttérre, kijelölés, alakzatbetöltés. Újra megnyomom az E betűt,
és kikeresem a 0811-01-et, és megnyitom. Mivel hogy ez itt van, megfogom és elhelyezem. Hát ez is egy kicsit szélesebb lett, amint látom. Hát mindegy, így is hagyunk, így hagyjuk. Na most ezt megkettőzzük, tehát a háttéren állunk, megkettőzzük. Kijelölési réteg kiválasztás, és szűrők, most megint az Apelines Silver Lining, a Dotti Green-t. Itt marad a 10, de a színeket megint feltesszük 255-re. Oké. Okay. Kijelölés, összehúzás 25. És megnyomjuk a Delete-t a billentyűzeten. Kijelölés, réteg kiválasztás, szűrők, leképezés, kontúr 3D, a beállított értékekkel, és oké. Okay. Kijelölés elrejtése. Ezt megkettőzzük, ezt a réteget, és a függőleges tükrözésre átdobjuk, majd alulra elhelyezzük, egy kicsit lejjebb hozzuk. Egyesít az előző réteggel, és kijelölés, rétegkiválasztás, szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel, és külsőnél benn van a pipa, oké. Okay. Kijelölés elrejtése. Na most a másiknak is kinyitom a szemét, de ezt megfogom és fejűre teszem. Hát nem nagyon szép, de mivel hogy ezt kinyitom, és ez lesz középen, akkor nem fog látszani. Tehát most egyelőre ennek be van csukva szeme. Ezeket a kereteket egyesítjük egymással. Na, a következőkben vesszük a kijelölőt és a poligont, és elkezdjük kijelölni úgy, hogy így. Látjátok, mind a négyet egybe, ha lehet, jelöljük ki. Itt inkább lejjebb hozzuk. Így. Tehát mindjárt meglátjátok, hogy fog állni a kijelölés, mert hát ebből nem csináltam alakzatbetöltést. Tehát nekünk a kijelölésünk így áll, tehát mind a négy ki van jelölve. Rálépünk a háttérre, ezt megkettőzzük. Szűrők, textúra, más, és kiválasszuk, hát nem ez az a textúra, mert az T betűvel kezdődik, valami tapesti, itt van tapesti 10. De mivel ez túl sötét, hát álljunk a világosságra, világos színre. A beállítások 50, 100, 0, és oké. Okay. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Lépjünk rá háttérre, bemenjünk a szűrők, L and K, innen pedig a Katerina lesz, és hagyjuk ezt a 4-0 beállítást, és oké. Okay. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük. Lépjünk fel a második rétegre, tehát ezekre a keretekre egyesítjük az előző réteggel, és egyesítés az előző réteggel. Ezt megkettőzzük, szűrők, simple, quick tile,
és apli. Ezt az átlátsztalanságnál tegyük 50%-ra. Szűrők, élesítjük, mikrokontraszt 12-vel. Következőkben kinyitjuk a keretünknek a szemét. Réteg, egyesít minden réteggel. Kép, külső keret, 2 pixel a hátszínnel. Okay. Kép, külső keret, 2 pixel az előszínnel. Okay. Kép, külső keret, 2 pixel a hátszínnel. Kép, külső keret, 50 pixel az előszínnel. Kijelölés, összes kijelölés, kijelölés, összehúzás, 50. Szűrők, leképezés, progresszív kontúr, 5 pixel külső és leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Kép, külső keret. Most 2 pixel a hátszínnel. Kép, külső keret, 2 pixel az előszínnel. És kép, külső keret, 2 pixel a hátszínnel. Vesszük a varázspálcát, és kijelöljük ezt az 50 pixeles szélt. Kijelölés, összehúzás, 15. Okay. Behozunk egy réteg új üreset. Így. Megjelenítjük a kijelölőt, és töltsük ki a hátszínnel, mert akkor jobban látjuk. Szűrők, Múramester, Klút, itt beállítjuk a színeinket, előszín és a hátszín. Leokéztuk. Szűrők, elmosás, gauz, elmosás. Na dogoz, 50-nel, oké. Okay. Szűrők, bemenjünk újra az Apeline Silverlinkingbe. Most kiválasztjuk a Dopti Grindet. Hát, tegyük 5-re, és a színeket mind felrakjuk 255-re. Így, és leokéztuk. Szűrők, leképezés, kontúr 3D. Marad ez a beállítás. És szűrők, leképezés, progresszív kontúr. 5 pixel, de most kivesszük a pipát. És leokéztuk. Kijelölés, elrejtése. Hát a virág már nem kell, ezt be is zártuk. Réteg, egyesít minden réteggel. Következőkben behozzuk, hát egyszer hozzuk be a csajt. Kimásoljuk, ide beillesszük új rétegként. Ezt ide eltesszük a szélire a csajocskánkat, így. És réteg méretezéssel elkezdjük egészen felméretezni, majd rögzítjük. Szűrők, élesítjük mikrokontraszt 12-vel. A beállításokkal árnyékoljuk. 5, 5, 50,
Hát a sugarat mennyire rakjuk? Rakjuk 25-re a sugarát. 25. Oké. Árnyék egyesítés. Újra beállítások árnyékolás. De most mínusz 5 és mínusz 5. Oké. És árnyék egyesítés. A csaj már nem kell. Következőkben van egy gyertyánk is, amit behozunk. Kimásoljuk, beillesszük új rétegként, és ezt helyezzük ide alóra. De azt nézzétek, hogy jaj, nem sok látszik belőle, de körülbelül így. Szűrők, élesítés, mikrokontraszt 12-vel élesítjük, és a beállításokkal adjunk neki egy árnyékot. 5, 5, 50%, így, és a sugarat, hát ennek rakom 30-ra. Oké, és árnyék egyesítés. Réteg egyesít minden réteggel. A gyertya se kell már. Na most a következőkben behozok egy új réteget a szignónak. Így. Szűrök, fotoPNG. Hát nem is látom. Mindegy, most hozok egy másikat be, mert azt nem látjuk. Például ezt. Hát itt van lent, de ezt most felteszem 100-ra, mert jó nagy a képünk. És felteszem a jobb sarkába, így. Ezt teszem lágy fény, beállításokkal árnyékolom. 1, 1, 100 és egy 1-es sugár, oké. Árnyék egyesítés, szűrők, domborítom domborítással. Réteg, egyesít minden réteggel. A képet most méretezzük 800 pixelre. Oké. Hát ennyi volt a mai leckénk. Köszönöm nektek az eddig elkészített leckéket. Mindenkinek egy nagyon szép napot kívánok. Sziasztok!